A Magyar Kupa küzdelmeiben a nagy csapatok összecsapásai mellett mindig hangsúlyos volt, hogy egy MB2-es vagy MB3-as csapat meg tudja ellepni az első osztályban szereplő gárdákat. Azonban van olyan is, hogy egy megyei osztályú fotballklub mérkőzhet meg egy első osztályú Bédi gárdával. A Bonyhád VLC 2015 után ismét az MB1-es klubot fogadhatott otthon. Ezúttal a Felcsúti Puskás Akadémia látogatott el a Sport utcai futballpályára. Külő Dalan tanítványai arra készültek, hogy megpróbálnak meglepetést okozni. Azonban már az 50. másodperc után vezetést szereztek a vendégek Júcsó Ádám góljával, aki később a meccsen még kétszer volt eredményes. Az első félidő végén 0-3-as vendégvezetéssel mentek pihenni a csapatok. A félidőben stábunknak nyilatkozott a meccsre kilátogató Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Utoljára 2015-ben a Honvédot fogadtuk itt Bonyhádon, és most meg a vendégünk a Puskás Akadémia. Bár az első félidőben nagyon elhúztak, azért reménykedünk abban, hogy egy szépítés vagy a döntetlen közeli helyzetet meg tudjuk szerezni. Úgy gondolom, hogy itt nem is az a cél vagy a lényeg, hogy megnyerjük ezt a meccset, hanem a helytállás. Most a megyei bajnokságban, megyeiben Bonyhád az első helyen áll. Továbbra is az a célunk, hogy a bajnoki címet újra megszerezze a csapat, a szurkolóknak pedig egy kellemes és szép délutánjuk van. Ugyanezen a véleményen volt a város polgármestere Filóné Ferenc Ibolya is. Jó néhány mérkőzésen voltam már a csapatnak, de ennyire még egyiken sem izgultam. Szerintem nagyon sokan vagyunk itt a pályán, akik most így fél időben azt gondoljuk, hogy hát az első gól az nagyon gyorsan jött, és utána az a kéz az nem volt kéz, és egyébként meg nem volt 11-es, szóval mi másképp ítéltük volna. Én nagyon bízom benne, hogy a második fél időben sikerül gólt rúgnunk, nem is egyet, és nagyon szurkolunk a csapatnak, hajrá Bonyhád! A második fél időben aztán a játékképe némi javulást mutatott a bonyhádiak részéről. A hazaiak jó pár helyzetet dolgoztak ki, és veszélyeztetni is sikerült a Felcsúti gárda kapuját. A két csapat között az osztálykülönbség és a játékos állomány közötti különbség is kiütközött, a meccs végén a Puskás Akadémia még két góllal biztosította be az 5-0-ás végeredményt. Úgy készültünk, hogy büszkék vagyunk arra, hogy ide tudtunk hozni egy NB1-es csapatot, ugye ehhez meg kellett nyerjük a megyei kupa fordulót, illetve a kupa küzdelmeket. Ez sikerült, ugye a szerencse az mellénk állt, mert mindig úgy indulunk neki, hogy azért, hogyha esetleg kijutunk az országos főtáblára, akkor egy olyan együttessel játszunk, aki lehet, ha lehet, akkor NB1-es legyen. A Puskás Akadémia az gyakorlatilag 50 másodpercig volt kérdéses az ő továbbításuk, hiszen megbeszéltük a fiúkkal az öltözőből, hogy próbáljuk kitolni azt az időperiódust, amíg gólt kapunk. Egy védelmi hibát követően már 50 másodperc után sajnos gólt kaptunk. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ott eldőlt, de utána azért voltak, én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, mert nagyjából jó felfogásba játszottunk. Voltak lehetőségeink, volt, amikor tudtunk ugyanha csak rövid ideig is, de egy picit talán dominálni is. Az, hogy ennyi lett közt, tehát nyilván a két csapat képességbeli különbségeit, meg mindenféle lehetőségeit nem kell egy lapon emlegetni, de én azt gondolom, hogy nem vallottunk szégyent, és ha tehetnénk, akkor jövőre is valami hasonlót tennénk. Nyilván most már tudunk a bajnoksága koncentrálni, szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket, és nyilván ez az elsődleges szempont most.